Az elmúlt héten még Párizsban boxolt, kedden pedig már élménybeszámolót tartott a nyíregyházi városházán Kovács Richárd. A 63,5 kg-os súlycsoportban ötödikként záró ökölvívó elmondta, hogy kihozta magából a maximumot az olimpián. Elsősorban nagyon örülök, hogy már itthon vagyok a kicsivel, itthon vagyok a családdal, mert nagyon hosszú utat jártunk be, nagyon hosszú volt a felkészülés. Nagyon-nagyon nagy élmény ott kint lenni az olimpián, úgy, ahogy elmondták. Hát az meg még nagyobb élmény, hogy olyan ellenfelet tudtam legyőzni, aki olimpiai bronzérmes volt az Ausztrál személyébe. Aztán következett egy francia srác, akit nagyon rég ismerek, és nagyon rég a súlycsoport legjobbja. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de úgy mentem fel a szorítóba a ringbe, hogy mindenképp győzni akarok, és én úgy érzem, hogy mindent megtettem, semmilyen hiányérzet nincs bennem. A Jóisten most így akarta, hogy ez így sikerüljön, de azért ezt nem lehet tőle elvenni a franciától, hogy nagyon ügyes, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, ezt nem tudja tőle elvenni senki. Nagy Lajos edző szintén élete első olimpiáján vett részt. A szakember szerint az ötkarikás játékok legjobb boxolója akadályozta meg tanítványát az éremszerzésben. Nagyon erős mezőny volt, bárki képes volt megverni bármelyik ellenfelet, és szerencsére a Ricsi nagyon jó formát tudott mutatni, hogy első körben előnyerő volt, aztán az ausztrál Tokió bronzérmese. Tévesen jelent meg a médiában, mert nem 60 kilóban, ugyanebben a súlyban volt bronzérmes, 60 kiló nincsen az olimpián. Fantasztikusan boxolt, az első menet volt ilyen langyosabb, aztán eszméletlen volt a harmadik menetben, már szemtelen is volt, úgymond az ellenféllel leiskolázta. És a következő körben az éremért jött a francia, a hazaiak nagy esélyese, ami egy szempontból is, tehát több szempontból is nehéz ellenfél volt, egyik háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes, lényegében nagyon jó bunyós, állítom, hogy az olimpia legjobb bunyósa jelen pillanatban, súlycsoportoktól független, illetve a hazai pálya, illetve bejelentette az olimpia előtt, hogy ez az utolsó versenye, itt szeretne bajnokként búcsúzni. Úrdik Attila alpolgármester szerint Ricsi sportpályafutása és civil élete is példaként állítható a fiatalok elé. Ricsi már korábban kapott egy Bencs Kálmán aranyérmet, nyilván azért, mert ugye ő kétszeres bajnoki bronzérmes, és az NVSC-ben készülve talán a tehetsége az mindenféleképpen kiviráglik, mert nyilván ez egy pici klub, kisebb anyagi lehetőségekkel itt az embereknek, hogyha ilyen nagy világversenyre vagy olimpiára, Európa-bajnokságra ki akar jutni, akkor duplán kell, azt gondolom, hogy teljesítenie. És nyilván ez egy nagy büszkeség azért is, mert lényegében egy tanáremberről beszélünk, aki tanít és oktat, tanít történelmet ugye, és tanít testnevelést, és úgy áll egy profi boxolóként, hogy úgy áll kint a gyerekek előtt, olimpiát megjárt emberként, hogy nem kell szégyenkezni, és tanítja őket. Tehát egy olyan példakép lehet a gyerekek előtt, amely nagyon fontos. Mint az ökölvívó elmondta, most egy hosszabb pihenő következik, majd edzőjével egyeztetve dönt a folytatásról.